szeretettel köszöntöm a Régió Plus televízió nézőit. Egy újabb futszál mérkőzés következik, és már is láthatjuk a főszereplőket. Ács Gábor, Ugi Márk, Szente Tamás, és láthatjuk 89-essel ma ismét Vidák Balást, 90-essel játszik Nagy Roland, Hegedűs Ferenc lesz a tartalékkapus, Bici Gábor, Baranyai Pál, Jakab Dávid, Jenei Otto, Pintér András és Lovrencsics Balázs szinte a legerősebb összeállításában lép pályára a gödöllői Bikák együttese. A vezetőedzők Baranyai Pál és Szente Tamás, a vendégcsapat pedig az a Szombathely, aki ellen idén már az ötödik mérkőzését, ebben a bajnokságban az ötödik mérkőzését játsza a gödöllői Bikák együttese. A mérleg nem túl biztató, 3-1-re a szombathelyiek vezetnek. Így a visszavágás reménye fűti a gödöllői játékosokat. Gödöllői szempontból egyértelmű tétje a mérkőzésnek az, hogy életben tartsák a reményeiket arra, hogy esetleg a végén odaérjenek a hőnáhított harmadik helyre. A mérkőzés tehát ennek a jegyében zajlik, a játékvezetők Erdélyi Tamás és Szabó Ferenc Szilárd. Egy gyors sorsolás. Jáger Sándor és Ugi Márk, a két csapatkapitány, eldönti, hogy ki kezd, ki melyik térfélen kezdi meg majd a mérkőzést. Úgy látom, hogy sikerült ezt nagyon hamar eldönteni. A mérkőzés pedig egy megemlékezéssel kezdődik. Botos Roland 37 évesen távozott tőlünk vasárnap. Egy korábbi gödöllői játékos volt. Botos Roland emlékének szól tehát az egy perc, aki futszál és strand foci játékos is volt. Többen a jelenlegi csapatból egykori csapattársukat vesztették el. Hát akkor koncentráljunk a mérkőzésre. Gödöllői oldalon Ács, Ugi, Szente, Vidák, Nagy Roland a kezdő ötös. A vendégeknél Németh Krisztián. A kapuban Bagó Gábor, Jó Bálint, Jáger Sándor és Egle László lesz majd a kezdő társaság. A gödöllői Bikák jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán 38 ponttal, és amennyiben itt vereséget szenved a hatodik helyezett 25 ponttal álló Haladás együttesétől, szinte biztos, hogy elveszíti a reményét arra, hogy megszerezze a harmadik helyet. 5 pont a lemaradás egyébként az előző mérkőzésen itt látogató Aramisszal szemben, akik már a dobogó legalsó fokára fölállhatnak. Az Aramis és a Gödöllő között még ott van a szegedi együttes 39 ponttal. És ebben a pillanatban kezdetét veszi a találkozó. A rájátszás hatodik fordulója tehát, ma indul a második kör. A Szombathely ellen már játszott az együttes idegenben. Hát nem kezdődött túl jól, hiszen mint tudják, akik követték az előző közvetítésünket is, egy hosszantartó ötmérkőzéses nyeretlenségi sorozatban vannak a Bikák, és ehhez képest nagyon szépen kezdik. Vidák lövése a felső lécen csattan, ehhez 28 másodpercet kellett várnunk. A Szombathely otthonában egyébként a rájátszásban 6-4-es vereséget szenvedett a csapat. Reméljük, hogy most egy picit kedvezőbb lesz a mi szempontunkból a mérkőzés vége. Na nézzük! Ugi viszi be, Ugi oldalhálót lő, nem ért hozzá a labdához senki. Már is jöhetnek a vendégek. Egle a csapatkapitányhoz, Jágerhez továbbít. Jáger tartja meg. Jó Bálint 20-assal érkezik itt.
Az első sarokrúgás következik. Meglehetősen lassú tempójú találkozót láthattunk a korábbi közvetítésünk alkalmával. Az Aramis ellen egy kényelmes mérkőzésen, ám sajnos vereséget szenvedtünk. Itt most reméljük, hogy egy picit pörgősebb lesz ez a találkozó, és a gödöllőiek motiváltabban fognak játszani, mint akkor. Bízunk benne, hogy a felkészülés is jobban sikerült, és több edzést sikerült összehozni a csapatnak. Szente vissza Vidáknak. Vidák itt hagyja Ugignak. Ugi, Nagy Roli. Visszakerül Szentéhez. Egyelőre gödöllői mezőny fölény. Szente. Ugi. Vidák, Nagy Roli. Próbált elszakadni az emberétől, nem kapta a labdát. Most kapja Nagy Roli. Egy kötény, nem ér vele semmit. Bagó Gábor lábai között rúgta el a labdát. Egy jó passz lehetett volna benne, remekül zárt vissza Nagy Roland. Egle zavar, de Vidákot nem lehet megzavarni ilyen könnyen. Ugi. Kiteszi Szentének. Nagy Roli próbál helyet csinálni magának középen. Nem kapja Nagy Roland! Kipattan a labda Ugiról. Jöhet a Szombathely. Jó. Mármint Bálint. És a passz is jó egyébként. Jáger Sándor kapta a labdát. Jó Bálint. Egle. Újra ide a jobb oldalra. Hátul járatják most a Szombathelyiek a labdát. Jáger mozgott vissza a labdáért. Egle. Most a Szombathely tartja szépen itt a labdát a gödöllői térfélen. Egyelőre nem zavarjuk őket, hagy passzolgassanak, hiszen veszélyt ez különösebben nem jelent a kapunkra. Nagy Roli lefejeli szépen ezt a hosszú indítást, majd emberelőny. A szituáció jó, a keresztpaszt, Vidák hibázik. Remekül mozdult ki a kapujából egyébként Németh Krisztián, és szinte teljes sorcsere a vendégeknél. Ceglédi 2-essel, Horváth 11-essel és 13-assal, Halmos a pályán. Ugi veszíti el? Aztán Ugi szabálytalankodott érzésem szerint, a játékvezetők tovább engedték. Egy sarokrúgás következhet. 3,5 perc telt el, és már több helyzet volt, mint amennyi összesen szerintem az elmúlt mérkőzésen. Úgyhogy minden bizonnyal egy jó kis mérkőzést láthatunk majd. Szente. Vidák próbált szemfülesen indítani Nagy Roli felé. Nem jutott el hozzá a labda. Horváth. Zárt vissza, a Horváth lábaiban akadt el. Szente, majd Vidák. Egyelőre némi tanácstalanság most a mieinknél. Ugi. Most kevés a mozgás. Nagy Roli. Nagy Roli próbál egy csellel előnyt szerezni. Nagy Roland nem jut el lövésig. Szépen hozza ki a Szombathely. Hál' Istennek Nagy Roli lába a helyén volt, és jó ütemben lépett oda. Horváth próbálkozását lefülelte Vidák. Illetve Halmos volt az. Ez pedig Nagy Roli. Szépen szerez labdát. Ugi, meg kell tartani, nincsen lendületben lévő ember. Elveszítjük, csak nehogy baj legyen belőle. Középen az üres ember. Egy lövés, nagyon jó volt. Ács remekül helyezkedett. És kitolta a labdát. Érkezik Jakab, Jenei, gödöllői oldalon, és Lovrencsics is leveszi a megkülönböztető mezt. Következhet a harmadik sarokrúgás. Veszélyes volt. Jenei szelidíti meg. Ács előre. Nézzük. Jakab
Szabálytalanul sem tudják megállítani, de nem is volt szabálytalan. Jakab. És Baranyai is a pályán. Tehát most már mindkét edző bemutatkozott játékosként. Jakab. Jakab Lovrencsicsnek, Lovrencsics vissza Baranyainak. Ott nem ment tovább Jakab. Szép játék lett volna. És így visszafújják a játékvezetők, előnyszabályt akartak alkalmazni, érzésem szerint. De az első szabálytalanságot a Gödöllői Bikák neve mellé könyvelhetjük el. Jáger. Jáger felé próbálkoztak. Jenei. Jenei teszi le. Jakab. Jáger. Felpörgött most a találkozó. Nézzük, Jáger. Hátra egészen Halmos Mátéig. Halmos most a leghátsó ember a Szombathelynél, de már is forognak. Folyamatos a mozgás mindkét oldalon. Elveszítik a labdát. Mondhatjuk úgy is, hogy megszerzi a Gödöllő. Lovrencsics teszi ki Jakabnak. Jakab egy lövés. Tulajdonképpen veszélytelen. Nem úgy, mint ez az akció. Ács remekül ért vissza. Hát 5 másodperce még Gödöllői lövés, most pedig egy haladás helyzet. Remek mérkőzés egyelőre, 5 perc, 49 másodperc az órán, és egyelőre 0-0. De hát gyanítom, nem marad ez így sokáig. Mindkét csapat elég offenzíven játszik. A támadásra nagyobb hangsúlyt helyeznek. Elakadt a szavam egy kicsit, de hál' Istennek Jenei és Ács megoldották ezt a helyzetet is. Jakab mozog keresztbe. Elrúgják előle. Jöhet a Gödöllő. Baranyai. Lovrencsics jó veszi át. Két védő is oda zárt. Érezték, hogy baj lehet. Baranyai, középen Jakab, a túloldalon Jenei. Jeneinek kicsit széles, de sikerül megtartani. Baranyai. Baranyai feje nagyon kellett, Ács kezébe köt ki a labda. Jakab próbálkozott lövéssel. Baranyaiig jut hátra a labda. Egy jó lövés Jenei, és az első Gödöllői szöglet. Baranyai nem lövi el, tovább teszi inkább Jakabnak. Jakab elveszíti, nehogy baj legyen belőle. Ács remekül mozdul ki, egy lehelet finom megoldás Jáger Sándortól. Hát, hogyha mit csináltuk volna, azt mondanám, gólt érdemelt volna ez az akció. De hát ennek most csak örülhetünk, hogy kimaradt. Közben a Bici is a pályán, Gödöllői oldalon. És visszatért Ugi. Bici. Bici kereste Ugit ezzel a labdával. Szerintem Jakab is hozzápróbált továbbítani. 3-2 ellen vannak a Szombathelyiek. Remek játék és kapufa a vége. Hát én úgy gondolom, hogy ezt így tanítják. Egészen odáig, hogy a kapufa közbeszólt. 7,5 percnyi játék után remek mérkőzés. Sok helyzettel, egyelőre gól nélkül. Nagy Roland. Nagy Roland gyakorlatilag fölrúgta a palánkra. Vidákkal nem értették meg egymást. Nagy Roli. Eljut oda a labda. Ugi Márkhoz nagy szerencsével. És megpróbálta a bal felsőt. Majd egy picit
frosztlizzák egymást német Krisztiánnal, a vendég kapussal, vélhetően közelebbi ismerettségben vannak. Bici kivarra Ugihoz. Vidák. Nagy Roli, Vidák, nagy játék eddig. Bici beteszi, Nagy Rolinak egy picit hosszú. Megvan az első hatalmas gödöllői helyzet is. Jáger végezheti el a berúgást. Ugi remekül fejeli le. Ugi Nagy Roland fogja kapni, meg is kapja. Szente. Egyből vissza. Vidák. Balra kezdjük az akciót. Nagy Roland. Szentéhez. Vidák mozog el üresbe. Középen érkezhetett volna Ugi talán. Nem tette. Most kapja Szente. Nagy Roli. Nem váltják el magukat, eljutott Vidákig. Szente remekül védekezik a haladást, tegyük hozzá. Hátra kerül a labda egészen a gödöllői térfélre. Szente. Nagyon jól zártak a zöldmezesek. Ugi. Szombathelyi fejről kerül oldalvonalon kívülre a labda, így a gödöllő következhet. Nagy Roland végzi majd el. És oldalvonalon kívül ismét. Vidáknak volt széles egy picit. Ez az átadás. Jöhetnek a vendégek. Hatossal Bagó Gábor passzolta be a kapushoz. Jó Bálint teszi előre Egle Lászlónak. Egy jó passz ki oldalra, nincsen középen érkező ember, hál' Istennek. Itt viszont 2-1-be vagyunk, gyerünk Roli! A passzba belelépnek. Jó Bálint helyezkedett, jól. A játékvezető hátrébb rendeli a labdát jó másfél méterre. Szente egy lövés, mellé zúg. De ismét pörög a játék, Szentéhez jut. Ez az indítás vélhetően nem neki szánt a német Krisztián. Vidák és Nagy Roland. Szente. Szente Uginak. Vidák. Nagy Roland kapásból ellövi. Méterekkel fölé sajnos. A kidobás ezúttal sem jó. Baranyai. Baranyai és Szente, a két vezetőedző. Na nézzük, mit találnak ki. Vidák. Elveszíti egy pillanatra Nagy Roli. Baranyai. Nagy Rolihoz. Nagy Roli előre. Szépen támadott le most a haladás. Jó Bálint. Egle. Kis hián bedobás lett ebből a lövésből. Jenei újra a pályán nálunk. Baranyai teszi ki balra. Vidák. Vissza Szentéhez. Vidák! Kár, hogy nem tudta átvenni. Nagyon szépen került helyzetbe. Most már nem először. Reméljük egyet értékesít is legalább. Vidák. Vidák teszi ki. Vidák kapja vissza. Ezt sem tudta jól átvenni.
Szente volt a harmadik, aki szerelni tudta végül Eglét. Remekül indult meg a szombathelyi támadó. A pillanatnyi szünetet kihasználják a csapatok, és mindkét oldalon cserék. Gödöllői oldalon Jakab érkezett vissza Vidák helyett. Jeneit küldi hátrébb a játékvezető. Horváth Péter. Horváth ellövi kerezve, ott nem volt senki. És már is indulhatunk, Jakab. Megpróbálunk lefordulni, Jakab egy csellel, ott eljöhetett volna két ember mellett, de Jáger ellövi messziről spiccel. Csak a reklámtáblákat találja el. Baranyai nyugtatja csapatát. Bici. Bici újra. Baranyai. Be Jakabhoz. Bici. Bici Baranyai újra. Jenei végezheti el ezt az oldalberúgást. Bicivel játszanak össze most itt hátul, Baranyai. Közben az órára pillantok, olyan rég tettük ezt, és lehet, hogy meg is kell jegyeznünk. Nem, egyelőre kimarad, micsoda helyzetet hagyott ki a haladás. Hát ez megbosszulhatja önmagát, Jakab elveszíti. Újra 3-2 ellen jöhet a szombathely. Jól csinálják ezúttal is. Lepattan a labda, Baranyai jöhet vissza, nem? Ő nagyon rutinos, megállítja inkább a labdát. Nehogy belerohanjon a Gödöllő egy gólba. Hát a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzetét 13 perc elteltével a haladás jegyzi. Sakmatra játszották tulajdonképpen, és az utolsó pillanatban csúszott csak hiba a gépezetbe. 2-1, bejöhetünk. Jakab 1-1-be, Baranyai, hú de kellett ott az a becsúszó láb. A Baranyai pár kis híján mellé passzolta a labdát, és a becsúszó Horváth Péter, azt talán, ha jól látom, lábáról bekerült a labda a kapuba. Természetesen a gólt Baranyai Pál jegyzi. 13-20 elteltével 1-0-ra vezetnek a gödöllői bikák. És időt is kért talán a vendégcsapat. Igen, hiszen nem folytatódik a játék, úgyhogy van egy kis idő szusszannia mindenkinek. Időt kértek a vendégek. Remek mérkőzés eddig, 13 perc alatt rengeteg helyzetet láttunk, volt számtalan mindkét oldalon, talán a legnagyobbat eddig a haladás hagyta ki, és Baranyai ezután egy perccel körülbelül, még annyi sem telt el az égbe kiáltó szombathelyi helyzet kimaradása után, és Baranyai büntette a vendégeket. 1-0-ra vezetünk a haladás ellen, ami nagyon jó hír egyelőre, de ami még jobb, hogy biztató a játék, gólra törő, bátor, lelkes. Ha ez így marad, akkor abszolút nem lehet félnivalója a gödöllői társaságnak. Lovrencsics, Nagy, Szente és Vidák összeállításban folytatja a bikák együttese a találkozót. Halmos, Horváth kapja, visszateszi be, nem volt ott senki, csak Vidák. Halmos adott remek paszt Horváthnak. Horváth igazából betette középre, ahogy az kell, hát középen nem érkezett senki. Szente hozza föl kényelmesen. Vidákhoz továbbít, Szente ismét, Nagy Roli, Vidák! Ajj, egy picit mögé jött.
De nagyon nagy játék volt. Ez ha Vidák át tudja venni, akkor bármi lehetett volna belőle. De hát ugye sportban nincs ha. Jäger. Kettő emberen keresztül, és az ott egy szabad rúgás. Lovrencsics volt az. A 9-es vonalról. Na nézzük, hogy mi lesz. Hát ez azért egy kecsegtető lehetőség a vendégek számára az egyenlítés megszerzése érdekében. Törlésre is szükség van. Az óra áll természetesen, hiszen futszálban rendes játék, illetve tiszta játékidő van, mondom ezt azok kedvéért, akik esetleg még nem láttak a közvetítéseinkből egyet sem. 2x20 percig játszanak a csapatok, tiszta játékidő, tehát amíg a labda áll, pályán kívül van, akkor a másodpercek sem pörögnek. Na nézzük. Szombathelyi bedobás következhet, illetve berúgás, hiszen ha már a szabályok ismertetésénél tartottam az előbb, amennyiben oldalra kimegy a labda, be kell azt rúgni, nem lehet dobni, mint a nagypályás labdarúgásban. Egy jó lövés, mellé zúg. Négy mezőnyjátékos és egy kapus alkotja a csapatokat. És hát értelemszerűen az az együttes nyeri a mérkőzést, amelyik több gólt ér el a rendes játékidő leteltéig. Vidák, Lovrencsics ellövi, kapusról megy ki. Szöglettel következhetünk. Szente lövésébe lépnek bele, az ki is pattant, marad a gödöllőnél a labda. Sajnos a szombathelyeken sincsen szám a nadrágon, így előről még nem ismerem meg mindannyiukat, de a 13-as számú Halmos Mátéról pattant le ez a Szente lövés. Szente van bent elő, Szente átveszi, és még ideje is lett volna. Remekül dolgozott Németh Krisztián, a vendégkapus. Egy jó lövés Nagy Rolitól, ez is mellé zúg, a kapus szerintem már verve volt. Nem sokkal ment el a kapufa mellett ez a labda. Érkeznek vissza a vendég oldalon talán a kezdők, Bagó. 11-essel Horváth maradt, 19-esben Bogyó Károly. Tehát azért nem teljesen a kezdők. Nagy Roli fejeli le, hál' Istennek Szente jó helyen volt. Nagy Roli. Szente, Vidák. Talán csak Szimcsák hiányzik gödöllői oldalon. Szente. Nagy Roli. Még jó, hogy elérte, mert Vidák már elfutott. Nagy Roli! Próbálta betekerni oda Lovrencsicsnek. Nem hiszem, hogy kapura szánta ez. Ahhoz azért meglehetősen gyenge volt ez. Jó Bálint. Bogyó. Újra Jó Bálint. Egyelőre nem kerülnek közelebb a Vas megyeiek. Úgyhogy engedjük őket gurigázni. Most egy lövési kísérlet, Ácsnak kell érte mennie, hiszen ha kimegy, akkor szöglet. Ugi érkezett közben Lovrencsics helyére, észrevétlenül. Szente, Vidák. Vidák lövésébe belelépnek, lövésébe, átadásába. Most egy picit visszább vettek a csapatok a lendületből, talán most pihenik ki az első negyed óra fáradalmait,
lassan 17 perce vette kezdetét az első játékrész. Hál' Istennek a labda megállítja ezúttal a szombathelyi játékos. Vidák leteszi, Vidák mellé! Jöhet vissza a szombathely, de nem, újra mi támadunk. Nagy Roland. Vidák lendületben. Nagy Roli nem látta, hogy honnan és merre érkezik Vidák. Baranyai szól is Rolinak, hogy jöjjön. És már is cserélnek a gödöllőiek. Egy picit több, mint 2,5 perc van hátra az első félidőből. 1-0-ás gödöllői vezetés. Baranyai Pál volt a gödöllői gólszerzője. Jáger. Megszerezzük a labdát, egy bedobás, berúgás következhet. Nem nagyon siet senki, hogy újra játékba kerüljön a labda, hiszen ilyenkor van idő egy picit levegőhöz jutni a mindkét csapat játékosainak. 2 perccel a félidő vége előtt, 1-0-ás Bikák vezetés. Ha így maradna, akkor 3 ponttal gazdagodna az együttes. Ami azt jelenteni, hogy megelőzzük a Szeged együttesét, igaz, egy mérkőzéssel több az, amennyit játszott a gödöllő, de ha ideig, óráig is, legalább a szegediek elé kerülünk. Habár ugye a szegediek Berettyóújfalura látogatnak, és ott azért abszolút nem a Szeged az esélyes. Így ezzel a mai győzelemmel akár előzni is tudunk a tabellán, tehát sokat érhet még Baranyai Pál gólja, ha így marad. De én nagyon régen hallottam olyanról, hogy egy futszál mérkőzésen 1-0 lenne a végeredmény. Ennél azért több gól szokott esni egy ilyen találkozón. Alig egy perc van hátra ebből a játékrészből. A rájátszás 6. fordulójában jár egyébként a futszál bajnokság. És a gödöllői csapata az elmúlt fordulóban elszenvedett vereségével az 5. helyre csúszott vissza, és jelenleg ugye ott áll. Amikor is Ugi megpróbálja 1-1 megverni az emberét, és sikerül is neki. Jakab kicsit elmélázott ott, és a kapusnak hozzá kell érnie. Remekül zavarta őt Ugi. És még van 39 másodperce a gödöllőieknek, hogy valamit kihozzanak ebből az akcióból. Jakab vissza Baranyaihoz. Bici és Ugi. Baranyai. Jakab. Úgy gondolom, hogy most már csak meg akarják tartani a labdát a gödöllőiek. Ebben a pillanatban is veszítik Bici. Bici ellövi. Csak nézett Hegedűs. Illetve Németh Krisztián. Miért szeretném én Hegedűsnek hívni a vendégkapust? Németh Krisztián áll a haladási kapuban, a szombathelyi kapuban, bocsánat, a haladásnál. Hozzánk kerül a labda, 7 másodperc. Ugi úgy gondolom, hogy már csak megtartani fogja. És ebben a pillanatban véget ér az első játékrész. Baranyai Pál góljával 1-0-ra vezet a gödöllői Bikák együttese. Egy jó mérkőzésen a megérdemelt pihenő következik. Hamarosan innen folytatjuk. Ebben a pillanatban kezdetét is veszi a második félidő. 1-0-ra vezet tehát a gödöllői Bikák csapata a szombathelyi haladás ellen. A futszál felsőági rájátszás 6. fordulójában. Itt a Szent István Egyetem sportcsarnokában. Zöldmezben látható a vendég szombathelyi együttes, és kékben
a gödöllői csapat. Egy lövés és már is egy szöglet, hasonlóan kezdődött az első félidő is. Vidák, Szente, Ugi és Nagy Roland nálunk a pályán, Ács pedig a kapuban. Jáger, nem volt neki jó a labda, bennmarad. Nem indította el Nagy Rolit Vidák, hanem inkább visszavette, biztosra ment. Szente, Nagy Roli kapufa, Ugi, belelő lépnek a lövésébe, szöglet. 44 másodperc telt még csak el, és újra két helyzet. Jól kezdődött, tehát ez a játékrész is abszolút közönségbarát és közönség szórakoztató mérkőzés. Szente vissza Uginak, Ugi, Nagy Roli, elzúg a kapu mellett. Egle felé egy labda, Szente fejelt közbe. Jáger, a vendégek csapatkapitánya, őt könnyen megjegyzem, hiszen ott van rajta a csapatkapitányi karszalag. Horváth Péter tette hátra Halmosnak. Horváth ellövi. Könnyedén blokkolja ezt Nagy. Ugi megye. Ugi ellövi, lepattan. Ha egy picit gyorsabb Nagy Roli, vagy ha egy picit lassabb Vidák, akkor valamelyikük elérhette volna ezt a labdát. Szente. Ugi mozog üresbe. Vidák mozog föl a labdáért, behozva ezzel egy védőt. Ugi. Nagy Roli. Szente. Egyből Nagy Rolihoz próbált a 3-2 ellen. Jöhet most a haladás, de szépen zárunk vissza. Ez a labda rossz volt Bagónak. Jágerhez. Gurul a labda. Jáger megpróbál lőni, szöglet lesz belőle. Nagy Roli lépett oda. Bátran kezdeményez mindkét csapat. Abszolút nem arra várnak, hogy az másik hibájából esetleg egy gyors támadással gólt szerezzenek. Továbbra is offenzíven játszik mindkét együttes. Ez a lövés kapu mögé. Nagy Roli. Ott hagyja Szentének. Szente Nagy. Nem tudja átvenni. A vendégek már is belekezdenek a frissítésbe. Jó Bálint végezte el a berúgást. Ceglédi van hátul most. Az ellenfélné Ugi lép oda, és meg is szerzi a labdát. Horváth ott zavarta meg egy pillanatra. Vidák, Szente lódul meg. Ugi. Nem jutott el Szentéhez. Nagy Roland következik majd. Szépen higgadtan játszik a gödöllő. Talán sokkal összeszedettebben, mint a legutóbbi mérkőzéseken. Így megérdemelten vezet, ám egyenlőre most eladjuk a labdát. Vidákkal nem értette meg egymást Szente. Ceglédi végezheti el a szombathelyi berúgást. Horváth kivár sokáig, Ceglédi.
Center remekül érkezett, és vissza is pattan Ceglédire a labda, így a kapus jöhet. Jenei váltja Nagy Rolandot. Vidák lódul meg középen, Vidák kapja, Vidák egy jó csel, most kell el a passz, Vidák! Nem passzol, megcsinálja! Hát mindenki a passzra vár! Bolondot csinált a teljes szombathelyi védelemből! Óriási játék volt Vidák Balástól! A második félidő negyedik percében Vidák góljával 2-0-ra vezet a Gödöllői Bikák együttese. Hát ez öröm volt nézni ezt az akciót. Már én is a passzra vártam, szerintem a csapattársak is. És nem passzolt, de jól tette ezúttal, hiszen gólt szerzett. Horvát. Egy lövés. Itt is talán a passzra számítottak. Jó Bálint próbált kapura fordulni. Meg is tette. Ám Ács remekül helyezkedett. Ács Gábor. Jenei Szente. Vidák. Megemelte. Egy picit magas volt ez Jeneinek. Jáger érkezik vissza a vendégeknél. Szükség van a kapitányra. Aztán nem értik meg egymást. Középen Vidák. Vidák. Ezúttal egy picit flegmán. És aztán szabálytalan is. Nem marad egy szombathelyi játékos, egy sárga lap pedig előkerül. Jenei kapja. Ott ötödik percben Jeneinek bekönyvelünk tehát egy sárga lapot. Egy szabadrúgás következik 14 méterre a kaputól. Ceglédi lepasszolja, Jáger próbálta keresztbe. Levágódik Pintér a pályán, a Gödöllői oldalon. Tizenkilencessel. Jáger. Lovrencsics szerez labdát szépen, Jenei. Vissza Lovrencsicsnek, Pintér lódul meg, Baranyai a túloldalon, Baranyai. Baranyai maga mögé kapja a labdát Pintértől. Szép játék volt a végén, egy kis hiba a paszban. Egy lövés, nincs ott senki, csak Ács. Ez nekünk jó. Jenei másodszorra csak kimandínerezi a labdát a szombathelyi játékos lábáról. Baranyai. Egyelőre győzelemre áll a csapata. Jenei. Egy lövőcsel visszateszik Baranyinak. Baranyainak, bocsánat. Ez így nem jó. Az a kidobás viszont nem rossz. Ács utolsó emberként, én úgy gondolom, hogy itt valami szín is elő fog kerülni. Hát, nagyon kár érte. Piros lapos kiállítás. Ács Gábor. Ember hátrányba kerül a gödöllői csapat 2 perc erejéig. És le is viszik a kapust. Tehát tulajdonképpen 2-ös ember előnyben lesz a szombathely. Egy izgalmas 2 perc elé nézünk, kedves nézőink.
Az előző mérkőzésen is adódott egy ilyen szituáció, akkor a Gödöllő került előnybe, nem tudta kihasználni. Most a Szombathely megpróbálja. Közben mégiscsak visszacserél a szombathelyi gárda. Na nézzük, mi lesz ebből. A lövés az kipattan. Hegedűs Ferenc nálunk a kapuban. És 2 percig, tehát 7:50-ig durván ember hátrányban a Gödöllő. 3. Az 5 ellen, és közbeszúr egy láb, Lovrencsics. Ez most eldöntheti a találkozót, én úgy gondolom. Amennyiben ez sikerül kivédekezni, vagy maximum egy gólt kapni, akkor a Gödöllői együttes meg fogja nyerni ezt a mérkőzést. Előre Iveli Szente. Na nézzük, újra felállnak a vendégek. 2 kint, 3 bent, ez kimarad, ez is levágódik, nem lövik el, újra kezdik. Még mindig van több, mint 1 percük. Betömörülünk a kapu elé, Baranyai, Lovrencsics és Szente. Rutinos játékosok, tehát legalábbis Baranyai és Szente mindenképp, de Lovrencsics sem ma kezdte. Remekül védekezünk egyelőre, remekül védekezünk, nem kerülnek közelebb a kapunkhoz, helyzetről szó sincs. Sőt, Gödöllői a kapusé a labda. És újabb fontos másodpercek teltek el, és ez viszont egy sárga lap minimum, ha nem is piros. 20-assal. Azt mondja, hogy jó, Bálint kap sárgát. Ács Tibor pedig piros lapot. Hát ilyet se láttunk még a futsal közvetítéseink során. Legalábbis a rendes játékidőn belül volt, hiszen volt már egy ilyen mérkőzés utáni kis kavarodás, ahol azért villantak a lapok. Van még hátra 30 másodperc. Nincs kint a labda. Most van kint, és a Gödöllő hozhatja. Kevesebb, mint 1/2 perc van hátra az ember hátrányból. És kapott gól nélkül lehozzuk egyenlőre. Sőt, támadunk! Baranyai! Ember hátrányból! 3-0, Baranyai eldönti a mérkőzést. Hát erre senki nem gondol. A vendégek kapusa jelzi is, hogy cserét kér. Időkérés a szombathelyi oldalon. Hát azt mondtam önöknek, hogy fordulópont lesz ez a 2 perc, hiszen hogyha kapott gól nélkül, vagy maximum egy szombathelyi góllal kihúzzuk ezt a 2 percet, az döntő lehet, és motiválhatja annyira a Gödöllőieket, hogy onnantól már megnyerik a mérkőzést. De hogy emberhátrányból gólt szerez a csapat, hát erre legvadregényesebb álmunkban sem gondoltunk volna sokan. Hál' Istennek a Gödöllőiek bíztak magukban annyira, hogy nem álltak be teljesen a védekezésre, és amikor nálunk volt a labda, bátran kezdeményeztek, és Baranyai lévén, aki már a második gólját szerzi, 3-0-ra vezet jelenleg a Gödöllő, és úgy gondolom, hogy innen már nehéz lesz megfordítani a haladásnak, pláne úgy, hogy a játék képe abszolút nem tükrözi azt, hogy a szombathelyi együttes fel tudna támadni, és esélye lenne akár az egyenlítésre. 3-0 tehát, 7 perc, 20 másodperc telt el a második játékrészből, és még van 20 másodperc mindig az előnyből, már ha a szombathelyi ember előnyből. Úgyhogy 20 másodpercig még azt láthatjuk, hogy kettővel többen vannak a mezőnyben, hiszen vészkapussal játszanak. Most már az egy gól is belefér, azt mondom. De nem kerülnek közelebb. Na, talán most lehet valami. Még mindig nem. Készülődhet a cserejátékos, illetve a kiállított játékos.
Ben van! Ezt szépen megjátszották. Ezt valahogy így kellett volna előbb is. Mondom én, persze nagyon örülök, hogy nem így sikerült. Minden esetre a becsület gólja megvan a szombathelyi együttesnek. Halmos Máté volt a gólszerző. Szente Vidáknak nem jut el hozzá. Jáger, Ceglédi, Bagó. Halmos volt ott a túloldalon, és már mindenki kiabált, hogy neki kellene adni. Nem sikerül átvennie, hál' Istennek, Halmosnak, a gólszerzőnek, aki a 13-as számmal játszik, és 3-1-re módosítja az állást. Vidákot húzzák vissza. Benne van a pakliban, kezet is fognak. Bagó Gábor volt a tettes. Ezzel 3 vendég szabadrúgás szabálytalanságnál tartunk. Ami azért fontos, mondom szintén azoknak, akik esetleg nem ismerik olyan jól a futszál szabályokat. 5 szabálytalanság után minden egyes szabálytalanságot követően büntető rúgás jár a vétlen csapatnak, amit a kaputól 10 méterre lehelyezett labdából sorfal nélkül végezhet el az a csapat, amelyik ellen szabálytalankodtak. Vidák, Nagy Roli remekül szlalomozott. Vidáknak kellett volna passzolnia, nem tette meg. Elveszítjük, Halmos, a túloldalon Jáger. Halmosnak egyedül kell megoldani, a Halmos, Szente. Hát, kénytelen volt szabálytalankodni, itt most a sárga lap nem kerül elő. A játékvezető csitítja Halmost. 8:55-nél vendég szabad rúgás. És a szabálytalanságok aránya 3-3. Üres a kapu, Szente megpróbálta 1-1-be kapásból. Nem sikerült. De hát 2 gólos előnyben van a gödöllői csapat. Ami ugye egy futszál mérkőzésen nem érett biztosítás. És most már folyamatosan vészkapussal játszik a vendég együttes. Azért volt ez kockázatos, hogy elvesztették. Próbáltam egy picit... Kerestem a szavakat, hogy hát ha a gödöllőiek akcióba keverednek, és az üres kapuba betalálnak, de nagyon szépen zárt vissza a Szombathely. Vidák, üres a kapu, Vidák. Nagy Roli, még mindig üres. Nem kapkodják el. Ember előnyben továbbra is, Vidák! Telibe találja a hátulálló Horvátot talán, ha jól emlékszem a számára, vagy Halmos? Nem, egyikük sem. Bagó volt az. 6-ossal Bagó Gábor. Ceglédi. Jáger. Ceglédi. Jó fordult meg ott 11-essel Horváth Péter, a vészkapus. Gödöllői a labda. A játékvezető jelzi. Miért 5? Bírósportás, csak 4. 5. Hirtelen 2 szabálytalanság fölkerült a vendég neve mellé. Megmondom őszintén, nem tudom pontosan miért. A lényeg az, hogy innentől minden szombathelyi szabálytalanságot egy gödöllői büntetőrúgás követ majd. Szente abszolút előnyben, tehát minden tekintetben a gödöllő. Jáger lépett közbe.
Nagy Roland. Uginak. Hátra, Szente. Ugi. Vidák. Mögé érkezett a labda, nem tudott vele mit kezdeni. Jöhetnek a vendégek, 11 perc, 10 másodperc telt el a mérkőzésből. És némi vita a szombathelyi kispadon, de hát ez legyen az ő bajuk. Simmer Zoltán 15-össel a pályán, egy új játékos. Meglehetősen fiatalnak nézem. De hát most szüksége lesz a fiatal lendületre a vendégeknek, amennyiben bármit is szeretnének elérni a hátralévő időben. Ceglédi. A megkülönböztető mezben Horváth. Ceglédi. Ellövi mellé. Vidákhoz nem jut el, Ceglédi füleli le, Ceglédi Horváth, jöhetnek a vendégek. Egy felelőtlen passz, de náluk marad a labda. Az üres kapu nem sikerül. Hegedűs Ferenc próbálta lepattintani a labdát, majd kapura lőni. Hát azért egy jó 4 méterrel mellé rúgta. Horváth érkezik vissza, most már folyamatosan vészkapussal játszik a vendég együttes. Hát kockáztatnia kell. 3-1 arányú mérkőzés állásnál kénytelen kockáztatni, hiszen most 3-2-re, vagy 4-1-re kapnak ki, vagy 5-re, teljesen mindegy. De amennyiben sikerül esetleg az ember előnyt kihasználni és gólokat lőni, csak úgy lehet esélyük a felzárkózásra. Azonos létszámnál jobb a kötöllő a mai napon. Elveszítjük a labdát, Vidákért vissza remekül. Nagyon kellett Balázs ez a keresztezés. Újabb másodpercek teltek el. Kevesebb mint 8 perc van hátra a mérkőzésből. Bagó. Teszik jódarra. Egle volt ott a kapufánál, aki ha egy picit jobban figyel, lehet, hogy be tudja ezt passzolni. Elrúgta keresztbe a szombathelyi játékos a labdát. Jön vissza a rendes kapus vendég oldalon. Nálunk megérkezik Bici Vidák helyett. Szente. Ugi. Bici teszi keresztbe, nem jól. Egle. Egle nem veszíti el. Egle most már remekül ért vissza Lovrencsics. Ugi. Ugit húzták vissza. Ugi reklamál, de hiába. A játékvezető nem fújt a sípjába, pedig az nekünk jó lenne most már. Biciről pattan ki a labda. 13:40 áll az órán, és 3-1-re vezet a gödöllői csapat. Ezzel egy 5 meccses veretlenségi sorozat, nyeretlenségi sorozatot, bocsánat, a freudi elszólás, bár csak így lenne. Majdnem kapura is jól lett ez a felszabadítás. 6 perc van hátra, szinte másodpercre pontosan a mérkőzésből. Szente fejeli le középre, ez mindig veszélyes. Nem csak a nagypályás fociban, hanem itt is. Baranyai Szentével játszik most össze Lovrencsics. Szente Lovrencsics Balázsnak. Nem sikerül.
Közben Baranyai és Szente között támadt némi nézeteltérés. Bici. Most Baranyai. Jenei. Kicsit hosszan veszi át. Jenei elveszíti. Ott a gól. 3-2. Ugye? Erről beszéltem. Hogy futszálban a két gól nem életbiztosítás. Hatossal Bagó Gábor a gólszerző. 14-38-nál. Egy kicsit több, mint 6 perc van, 5 perc van hátra. Továbbra is vezet a Gödöllő, de az előny már csak egy gólos. Jenei. Bici lövésébe belelépnek, majdnem így lett jó. A kapus már verve volt. Szöglet, Lovrencsics. Baranyai, Jenei nem tudja visszatenni. Baranyai tovább megy. Marad a Gödöllőnél. Hát izgalmas utolsó 4 perc, 5 perc elé nézünk, az biztos lesz. Baranyai szépen megy el, Baranyai ellövi, bedobás. Oldalt ment ki, hát igen. A jó lövés, bedobás tipikus esete. Újra vészkapussal a vendége. Védekeznünk kell ezúttal. Jáger megy el, szöglet, Jenei lépett oda. Áll az óra, ami egyelőre most nekünk nem jó. Az a jó, ha peregnek a másodpercek. Ceglédi. Lovrencsics. Kis ilyen szabálytalan volt. A Szombathely már nem szabálytalankodhat, ezt kihasználhatjuk. Ott a lövés, Baranyairól pattan le. Tétovázott Bogyó. Ceglédi kiteszi Jágernak. Jáger, vissza Ceglédi, egy kis hiba csúszott, Baranyai elpattan, marad a haladásnál. Ceglédi, 16 perc is eltelt már. Baranyai, marad a Szombathelynél. Horváth. Horváth teszi ki, Jáger, középen Ceglédi. Most ezen az oldalon helyezkednek többen a szombathelyiek. Csak türelmesen kell most, fiúk, nem szabad kiugrálni. Persze csábító az az üres kapu. Halmos. Egy lövés, Halmoshoz kerül vissza. Jáger teszi be, egyenlít a Szombathely. 16-55-nél. Egyenlítenek. Horváth egyenlített, Bagó volt a második gólszerzője. És egyelőre pontosztoszkodás. De messze még a vége. Ajjaj, Jáger. Egle mellette. Jáger. Jól zárunk vissza. És Szombathely nem áll meg. Továbbra is folytatja az öngyilkos taktikát, ami egyelőre bejött, hogy nincsen kapusuk. Szentéről vágódik le. Közben Baranyait hallom a kispadról,
Nagyon üvöltözik valakivel. Ács pedig a gödöllői kispad mögül a lelátóról nézi a mérkőzést. Jäger. Nagy Roli. Vidák. Vidák Balázs kapufa. Meccslabda volt a lábán. Kapufa. Hát, akár paprikás hangulat is lehet itt a mérkőzés végén. Minden esetre egyelőre szabálytalanságok tekintetében jól állunk. 2 perc van hátra, 120 másodperc. Ez alatt kellene egy gólt lőnünk. Üres a kapu, Balázs! Balázs elől ellövik. Lehet, hogy nekünk is meg kell majd próbálkoznunk a vészkapus megoldással abban az esetben, hogyha megszerezzük a labdát. Hiszen tulajdonképpen az egy pont az olyan, mintha nem is szereznénk pontot. Egy lövés, kipattan, szöglet. Hú. Villám gyorsan frissítenek. Közben ott Ugit kell nyugtatni. Frissített a Szombathely. Érkeztek az emberek a kispadról. Jäger. Bagó, a második gólszerzője. Lassan, kevesebb, mint egy perc. Áll majd az órán. Bagó. Jó Bálint, Horváth. 45 másodperc van hátra. Életveszélyes. Itt úgy gondolom, hogy valamelyik csapat nyerni fog. Ezt érzem most. Ha a Szombathely eljut gólig, az emberelőnyben jó lesz. De ha megtorpannak, akkor baj lehet. Ugi, szabadrúgás. Egy biztos. Büntető következik. Az, hogy ez milyen színű lap, az szinte mindegy, sárga. De talán 13-assal. Halmos, nem tudom, hogy volt-e sárgája. 29 másodperc van, büntetőhöz jut a gödöllő. Na ki mer odaállni? Szente. Fú, Szente, avagy Németh Krisztián. Egy kis rituálé Némethtől, megpaskolta a kapufát. Szente. Lesz még 29 másodperc, bárhogy alakul. A lehető legrosszabb az lenne, hogyha kipattanna a labda, de ne latolgassunk. Szente! Kivédi Német! És most fog időt kérni, nem fog időt kérni senki, de talán most kellene lehozni a gödöllői kapust. Úgy tűnik a gödöllőiek megelégszenek a döntetlennel. Szente! Vidák! Valamit csinálni kell, fiúk, megy az idő, vészesen telik az idő, Ugi! Ugi, ott marad a labda! Ugi, Szente! Nagy Roli, Ugi! Kapufa! Ott volt neki is a lábában! Addig dadogott ott a játékszer, míg csak ott maradt Ugi előtt! 5 másodperc, 4! Mellé, döntetlen. 3-3 a mérkőzés végeredménye. Hát egy nyert találkozót veszített el. Képletesen a gödöllő 3-3-ra mentette a mérkőzést a haladás. Egy életveszélyes taktikával, vízkapussal játszva végig. Nem sikerült a bravúr, már hogy ez bravúrnak nevezhető. Minden esetre megtörtük a vereség sorozatot, és végül is 5 mérkőzés után, pontosabban 1, 2, 3, 4, 5, 6 mérkőzés után pontot szerez a gödöllői Bikák csapata,
igaz csak egyet. Ezzel a tabellán megtartja az ötödik helyét, de tulajdonképpen hát a matematikailag még nem veszíti el az esélyét a harmadik hely megszerzésére, de szinte kilátástalan helyzetbe sodródik. Minden esetre a mai mérkőzés végeredménye, Gödöllői Bikák, Haladás VS-e 3-3. Köszönöm szépen a figyelmüket, Szabados Istvánt hallották.